2018 olimpia összefoglaló. Az ok, ami miatt Phil Heath nem nyert. Maradjatok vele! Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és a mai alkalommal érdekes témát hoztam. Nem csak hogy ebben a videóban, de a következő pár videómban is az olimpiáról fog egy kicsikét beszélni. Mint tudjátok, ezelőtti hétvégén ért véget, és hát elég érdekesen zárult. Kettő új olimpikonra, Mr. Olimpiára tettünk szert. Egy a men's physique-be, Jelen Buendiát sikeresen letaszította a színpadról, és egy a men's open testépítésben, ahol pedig Phil Heath lett letaszítva a trónjáról. Úgyhogy vágjunk is bele! A testépítés men's open kategóriájában fogom nektek felsorolni a top 5-öt. Brandon Curry végzett 5-ként, sokan meglepődtek, amiért ilyen jó helyezést kapott, így Big Ramy 6-dik lett, és Dexter Jackson még a top 6-ban sem volt benne ez évben. A szombatesti showban Big Ramy szemmel láthatólag sokat javult, a prejudging, azaz a délelőtti formájához képest sokat száradt és sokkal teltebb is. Így azt hittem magasabb helyezést kap majd, de ez nem így lett. Brandon Curry elég jónak tűnt, jól nézett ki ahhoz, hogy top 5-ben 5-ként végezzen, William Bonek lett a 4-dik, jól nézett ki ebben az évben, bár véleményem szerint nem volt annyira definiált és száraz, mint előző évben. William az a típus, aki genetikailag kissé köpcös, rengeteg izomtömeggel, de még így is hihetetlen kondícióval érkezett. Rory Winkler megnyerte idén a 2018-as Arnold Classicot Ausztráliában, és élete legjobb helyezését érte el a Mr. Olympián, harmadik helyezéssel. Azt hittem Rory 4. lesz, és a harmadik helyezés nagyon nagy eredmény Rory számára. Rory az, aki megnyerte a Fans Choice, azaz a rajongók által választott díjat, nagyon impresszív fizikummal állt színpadra. Na itt az ideje, hogy beszéljük a top 2-ről, tehát Phil-ről és Sean Roden-ről. A délelőtti show-nál, azaz a prejudging-nál már lehetett látni, hogy Phil hát úgy elvesztette a fonalat, Sean Roden eddigi legjobb formáját hozta egész pályafutása alatt, hihetetlen formát hozott. Sean volt az egyetlen, akiről talán nem gondolták az olimpia versenyzői, hogy hát megnyerheti a címet, emiatt nagyon nem is volt rajta a radarukon, tehát nagyon nem is figyeltek rá, nem szentelt neki túl sok figyelmet. Én sem hittem volna, de a délelőtti show-nál, a prejudging-nál már látható volt a fejlődése, és hogy a kondíciója szinte tökéletes volt. 100%-os formát hozott Sean Phil Heath-szel szemben. Phil 2016-ban elverte Sean-t, Sean sehol se volt hozzá képest, de ebben az évben Sean sokkal jobb kondícióval, definiáltsággal, szárassággal állt a színpadra. Phil pózolás közben nem figyelt, sokszor kapkodta a levegőt, így nem tudott a pózok helyes kivitelezésére figyelni, nem feszített kellőképpen hasra, a gyomra pedig úgy kidudorodott, mintha a KFC-ből jött volna ki. Így hát a has és a combfeszítő pózot is elrontotta, annyira lehetett látni, hogy Phil csak szenvedett a színpadon, valami nem volt rendben Phil viselkedésével a színpadon, úgy néz ki ő is érezte az esti show-n, hogy veszített, amikor kihívták pózolni, és ezt lehetett látni az arcán. Sean Roden extrém magabiztos volt az esti show-n is, és Phil csak lefelé néz, kifelé bámul, kissé magába fordulva, nem nézett senki szemébe, Phil érezte, hogy Sean elverte őt. Bár Phil elverte Sean-t hát dupla biceps pózban az évben is, de természetesen ez nem volt elég az első helyhez. Szerintem Phil-nek még mindig jobb volt a háta, a válla, a karja, viszont a dereka túl vastag volt Sean-hoz képest. A kondíciója sem volt helyén Sean-hoz képest, Sean ezt látta, érzékelte, vette a lehetőséget, és hát ő elvitte az első helyezést. Én személy szerint szeretném Phil-t látni, hogy 2019-ben újra próbálkozik és megy a 8. Mr. Olympia címért, ugyanis csak egy választja el a rekordtól, ugyanis 7-szer nyert eddig olimpiát, és hogyha még egyszer nyerne, akkor új rekord lenne. Aztán Instagramon volt egy poszt, amit talán Phil-nek a barátnője posztolt ki, azt mondván, hogy Phil-nek ennyi volt, őt már többet nem fogjátok látni. Ez azért volt furcsa számomra, mert én azt hittem, hogy ezek után Phil még keményebben akar majd küzdeni, edzeni, még keményebben fog próbálkozni, és még jobban ég benne a tűz, hogy megmutassa, hogy igenis vissza fogja szerezni a címét 2019-ben. És talán ez az a szituáció, ahol Kai Greene jelenleg a falat veri, ugyanis szerintem ez lett volna az az év, ahol megnyerette volna a Mr. Olympiát, de mégsem így lett, és hát nyitva hagyta az ajtót egy teljesen más olimpikonnak, aki élt a lehetőséggel, és hát
ő most a Mr. Olympia. Úgyhogy szerintem ez volt az az év, ahol Kyle-nak ténylegesen indulnia kellett volna a Mr. Olympián, megpróbálnia, és valószínű nyert is volna azzal a kondícióval. Szerintem ezt ő is tudja, és bánja is. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, informatívnak gondoltátok, nagyon szépen kérek mindenkit, hogy nyomjatok rá egy lájkot, osszátok meg, és írjátok le kommentben, hogy mi gondoltok. Ti hogy láttátok, ti mit gondoltok, ti kiknek szurkoltatok. Szerintetek ki kellett volna, hogy első helyezést kapjon, kinek volt jobb kondíciója, mindent, amit gondoltok, írjátok le a komment szekcióban, és el fogom olvasni, és majd reagálok rá. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Ádám voltam. Peace!